Köszöntöm a Sopron TV nézőit! Újra itt a szerda este a Sopron Televízió heti rendszerességgel jelentkező magazinja. Mutatom mai témáinkat. Műhely. 30 év munkáiból nyílik kiállítás a Szőcs Géza grafikus művésznek. Géniuszok. Soproni csapat szerezte meg az ezüstérmet a magyar asztalos versenyen. Hölgyválasz. Barátságok. Mit jelent számunkra ez a fontos emberi kapcsolat? Erről is kérdezem vendégeimet. A hét témája. A hétvégén kezdődik a karácsonyi vásár Sopronban. A programokról beszélgetünk. 30 év munkáiból nyílik kiállítás a Szőcs Géza grafikus művésznek december 9-én a festőteremben. A soproni alkotót nem csak saját kiállításairól ismerheti a művészet kedvelő közönség, hiszen maga is rendszeresen szervez tárlatokat a város egyik leghangulatosabb kiállítóterében, a Torony Galériában. Stábunk is ott látogatta meg a művészt. Berakjuk keretbe a képeket, üveg mögé, akkor minden olyan fennköltebbnek tűnik. Ez játék. Egy idős embernek a játéka, és azt tulajdonképpen a diákoknak én el is mondtam, hogy tehát 76 évesen is lehet játékosan szemben a világot. Fábián László író, költő, képvers című kiállítása látható a Torony Galériában. A művekről épp egy soproni diákcsoportnak mesél Szőcs Géza grafikus művész, a galéria kiállításainak szervezője. Ez a 11. tárlat itt idén, elsősorban kortárs művészek munkáit láthatta a közönség. Volt festészet, volt fotó, volt grafika, volt művésztelep kiállítás, volt csoportos kiállítás, volt önálló kiállítás, volt széngrafika, tehát változatos szemléletű kiállítás volt, mind anyaghasználatban, mind gondolatiságban is. Ami a közös összetartó erő benne, hogy próbálunk egyfajta minőségi, kvalitásbeli szintet tartani, olyan alkotókat meghívni, akik már elértek valamit, vagy olyan tendenciákat mutatnak a munkáikkal, ami nagyon ígéretes. Jellegzetes boltíveivel, letisztult felületeivel a város egyik leghangulatosabb kiállító tere a Szent György utcai Torony Galéria, egy középkorban épült lakótorony része. A legrégebbi, legnagyobb alapterületű lakótoronyról van szó, és valószínű, hogy az udvaron lévő zsinagógának a tulajdonosa építette ezt a lakótornyot, két stílust ötvöz magába. Régen egy fafödén volt, ami lehégett a 11 késő gótikába, és a boltozat, ami most jelenleg van, ez már egy barokk boltozat. A torony most a Rót Gyula erdészeti szakközépiskolához tartozik, a felső szintjén könyvtár, a galéria alatti pincehelyiségben pedig rajzszakkör működik. Hetente kétszer járnak ide az alkotni vágyó diákok. Itt vannak az üvecskék, rovarok, kristályok. A művészi pince csak első látásra tűnik rendetlennek, valójában mindennek megvan a helye, és okkal került oda, ahová került, mondja Géza, aki szerint az itt összegyűjtött tárgyak a diákokat is alkotásra inspirálják. A diákságnak mindig azt mondom, hogy keressen itt egy olyan tárgyat, ami számára mondjuk hatása van, és nem egy steril gondolattal szembesül. Nem hagyományos értelemben rajztanítás megy, hanem egy kicsit önképzőkör, tehát segítéssel közösen alkotunk, beszélgetünk, dolgozunk. Annak idején a mester még úgy tanította, hogy tehát nincs befejezett kép, hanem abba hagyott kép van. Ezek pedig már a művész saját munkái, melyek mély nyomással készült részkarcok. A képek nem sokára a festőteremben lesznek láthatók egy átfogó kiállításon, melyre 30 év munkáiból válogatott a grafikus. Ezeket a képeket kicsit a lényeknek gondolom, mert kiállítás akkor is van, hogyha az alkotó már nem él, mert a munkák továbbra is működnek, hogyha el nem égnek, de még akkor is egy darabjuk megjelenik, tehát tőlünk függetlenül élnek, lélegeznek, és amit sokszor nem vesznek észre a nézők, hogy,
hogy vannak benne lényegi momentumok is. Tehát, hogyha egy kicsit közelebb is több időt eltöltünk velük, akkor a lényegük bontakozik ki egy-egy alkotásnak. Van benne filozófia, van benne vizualitás, van benne egy kis költészet. Amíg a rézlemezen dolgozik az ember, vagy egy grafikán, vagy nyomdászik közbe, hogy nagyon sok mindent futtat, mint egy ilyen számítógép, nagyon sok minden fut az ember fejébe, és ezek valamilyen formába beépülnek a képekben. Szőcs Géza kiállítását N. Mészáros Júlia művészettörténész nyitja meg december 9-én a festőteremben. A tárlat január 7-éig látogatható. A Rodh Gyula Erdészeti Faipari Szakközépiskola csapata ezüstérmes lett a 6. alkalommal megrendezett magyar asztalos tanulmányi versenyen, amelynek idén a Soproni Egyetem Simonyi Károly kara adott otthont. Géniuszok című rovatunk mai részében ellátogatunk a szép eredményt elérő végzős faipari technikusokhoz, akikkel a megmérettetéssel kapcsolatos élményeikről, tapasztalataikról beszélgettünk. Ki kellett igazítani, és akkor már is jók lesznek a hézagok, ezt meg le tudjuk csiszolni, úgyhogy jó lesz a várazás. Az ezüstérmes rótos csapat tagjai árgus szemekkel figyelik gyakorlati felkészítő tanáruk Viaszkádi Tibor instrukcióit. A végzős faipari technikusok számára fenomenális élmény volt a magyar asztalos tanulmányi versenyen való részvétel. Főleg azért, mert csapatban dolgozhattak. A megmérettetésen egy éjjeli szekrényt készítettek a diákok. Szőlős Attila legfőbb feladata a lábak méretre vágása volt. Minden versenyen már voltunk versenyezni, ugye hát rengeteg tapasztalatot szerez az ember. Itt is megtanultunk együtt dolgozni, csapatban dolgozni. Egyébként mi hárman a versenyzők egy összeszokott csapat vagyunk, úgy lehet mondani, mert egy kollégiumban vagyunk és egy szobában. Nagyon jóban vagyunk, ismerjük egymást. Lehet, hogy ennek köszönhető a siker is, mert ugye nagyon szépen össze tudtunk dolgozni, bárkinek bármi kérdése volt, a másikhoz bátran fordulhatott. Mindenkinek megvolt a saját feladata. A versenyzők azt kapták osztályrészül, amihez a leginkább értettek. Így állhattak össze a részletek egy egészé. Olyan munkadarabbá, amely sokak tetszését nyerte el. A verseny végére nagyon örültünk, mert mindenki számára elégedettséget tudtunk nyújtani a munkadarabunkkal, mert nagyon jól sikerült a csapozás is, a felületkezelés is, és az illesztések is a helyén voltak. A tanulók gyakorlati felkészítő tanára hangsúlyozza, ahhoz, hogy a diákok egy ilyen kaliberű versenyen megállják a helyüket, meg annyi tapasztalat szükségeltetik. Ez a csapat nem volt rest, rengeteg plusz munkát vállalni, így méltán örülhetnek a második helyezésnek. Nagyon örülünk az eredménynek, voltak hasonló eredményeik, voltunk már másodikak, voltunk már elsők is ezen a versenyen, úgyhogy mindig számítunk a legjobbakra, hogy mindig ott vagyunk az első 1-2-3-4 helyzetben, úgyhogy ügyesek a gyerekek, meg sok munka van mögötte, hogy ideig el tudtunk jutni. A Magyar Asztalos Tanulmányi Verseny döntőjét november 16-án és 17-én rendezték a Soproni Egyetem Simonyi Károly karán. Összesen 12 egyenként háromfős csapat képviseltette magát. Idén nem csak hazai, hanem szlovák, cseh és lengyel diákok is szerszámokat ragadtak a megmérettetésen. Sopronból is több iskola tanulói indultak. A szakma ifjú mestereinek nem csak egy éjjeli szekrényt kellett alkotniuk, hanem további feladatokon is számot kellett adniuk a tudásukról. Az első helyezett az egyik fővárosi csapat lett, az ezüstérmet pedig a Rodh Gyula szakközépiskola diákjai érdemelték ki. A végzős évfolyamba járó fiatalok tehetsége mellé érett jövőkép is társul. Mindenképpen a szakmában szeretnének elhelyezkedni. Többen közülük már azt is tudják, hogy pontosan melyik területét kívánják művelni ennek a sokrétű mesterségnek. Nagyon ügyesek, tehetségesek, általában szeretnek a szakmában maradni. Most is már ma egy-két diák, aki ma úgy tervezi a jövőjét, hogy
minél előbb végezett, és akkor már annyi munkája van otthon, hogy várják már, hogy végezzen és tudjon dolgozni. Fekete Martin célja, hogy saját vállalkozást alapítson, amelynek keretében például stílusos és minőségi bútorokat, ajtókat, ablakokat és lépcsőket szeretne alkotni. Tömör fából, ugyanis ez az anyag a legkedvesebb számára. Majd egy saját vállalkozást szeretnék nyitni. Először egy kisebb cégnél, faipori vállalkozásnál szeretnék elhelyezkedni. Épület vagy bútorasztalosként mindenképp tömörfával szeretnék foglalkozni. Közelebb áll a szívemhez is, és majd a későbbiekben is, hogyha a saját vállalkozásomat elindítom, akkor ez lenne a fő profil, hogy tömörfa. Ajtó, ablak, lépcsők, szekrények. A tanuló szerint célja eléréséhez leginkább kezdőtőke és elszántság szükségeltetik. Egy biztos, utóbbiból az ezüstérmes csapat egyik tagjánál sincs hiány.